Üdvözöllek benneteket! Aktuális videónkban a szakaszokkal kapcsolatban oldunk meg feladatot. Adott egy zárt, törött vonal. Íme. A szakaszok összeadásával képez egy szakaszt, melynek hossza egyenlő az idom kerületével. Bármely alakzatnak a kerületét úgy kapjuk meg, hogy az oldalait összeadjuk. Ezek szerint nekünk egy olyan szakaszt kell most, hogy szerkesszünk, melynek a hossza megegyezik az alakzat oldalainak az hosszának az összegeivel. Induljunk sorba, és az alakzat oldalait egyenként vegyük át a már előkészített félegyenesre. Tehát fölveszünk egy AP félegyenest, fogjuk a körzőnket, és induljunk először az AB oldal hosszával. Lemérem az AB oldal hosszát, tehát beleszúrom az A pontba, fölveszem a B pontot, és amikor lemértem az AB hosszát, ugyanezzel a körzőnyílással ugyanúgy az a félegyenes kezdőpontjába szúrom, és elmetszem a félegyenest. Íme, ez lesz a B pont, meg is jelölöm, tehát már látjuk az AB szakaszt. A következő szakasz, amit át kell, hogy vigyünk, az a BC. A kezdőpontunk már adott, most a körzőnket a B pontba szúrjuk, és lemérjük a BC oldalnak a hosszát. Amikor lemértem a BC oldal hosszát, ugyanezzel a körzőnyílással, a már meglévő B pontba fogom szúrni a körzőt, és elmetszem a félegyenest. Így kaptuk meg a C pontunkat. A következő pont a D pont lesz, ehhez viszont le kell, hogy mérjem a CD szakasz hosszát. Teljesen mindegy, hogy a CD szakaszt vagy a DC szakaszt mérem, ahogy nekünk a körző esetében könnyebb. Amikor lemértük az oldalnak a hosszát, tehát a szakasznak a hosszát, most a C pontba szúrom, és ugyanígy elmetszem a félegyenest. Meg is jelöljük, ez lesz a D pont. Még nem értünk végig, még egy oldalunk maradt, ez pedig az AD oldal, vagy DA oldal, kinek melyik a könnyebb. Mérjük le ennek az oldalnak a hosszát, amit már említettem, lehet AD, de lehet DA is. Amikor lemértük az AD oldal hosszát, ami nagyon fontos, hogy ugyanezzel a körzőnyílással a D pontba szúrjuk a körzőnket, és amikor beleszúrtuk a D pontba a körzőt, akkor el tudjuk metszeni a félegyenest, és valójában ez a metszéspont meghatározza az utolsó pontunkat, ez lesz az A pont, hiszen úgymond visszaértünk, és íme megkaptuk azt a szakaszt, ez pedig az AA szakasz, amely ugyanolyan hosszúságú, mint az adott alakzatnak a kerülete, vagyis az oldalainak az összege. Ezzel feladatunk végét is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!